Köszöntök mindenkit! A mai videóban egy olyan hölgyről lesz szó, aki habár nem volt nemesi származású, mégis Erzsébet közvetlen kíséretéhez tartozott, ráadásul a királyné naponta több órát töltött el a társaságában, és alig tudta őt nélkülözni, illetve nem is nagyon tudta. Erzsébet számára az szépsége legfontosabb ismertető jegye a haja volt. Itt láthatunk két Winterhalter által festett festményt. Majd a videó alatt olvashatjátok, hogy mely könyvből. Olyan szép volt Erzsébetnek a haja, hogy a találkozás után Viktória angol királynő megjegyzi, hogy mennyire csillogott és milyen gyönyörű volt, és hát, hogy az alakjára is természetesen gyönyörű alakja volt Erzsébetnek, erről is megjegyzést tesz. Erzsébet igyekezett minél jobb ápolásban részesíteni a haját, és minthogy minden arisztokrata hölgynél minél gazdagabb volt, annál nagyobb kíséret tartozott hozzá, és annál több ember sürgölődött körülötte, mindegyiknek szüksége volt egy fodrásznőre. Valószínűleg Erzsébet esetében is igen szigorú kiválasztási procedúra előzte ezt meg. Erzsébet mindig jobbat és jobbat szeretett volna találni. Fanny Angerer egy bábaasszony gyermekeként látta meg a napvilágot. Fodrász mesterséget tanult, és olyan hamar, sokra vitte, hogy még igen fiatal volt, amikor már az udvari színház vezető színész nőinek a haját kezdte el készíteni. Erzsébethez is eljutott a híre, akinek a szolgálatába is állt. Brigitte Hammann közli a könyvében, a Morgan Post újságban, napi hírek rovatában megjelent részt. Végre eldőlt a régóta függőben levő kérdés, hogy fodrász vagy fodrásznő lépne majd a császárné őfelsége szolgálatába. Angerer kisasszony lemond az udvari színésznő fodrászának tisztjéről, és az ezért járó honoráriumról, minek fejében évi 2000 forintot kap kárpótlás gyanánt, hogy mint császári fodrásznő a legmagasabb szolgálatnak szentelhesse magát, mely elfoglaltság azonban nem zárja ki, hogy amennyiben ideje engedi, művészetével másutt is szolgáljon. 2000 forintot kapott évente szolgálataiért Fanny. Hogy összehasonlíthassuk ezt az összeget, Brigitte Hammann írja az udvari, nem is udvari, hanem a tanároknak, az egyetemi tanároknak a fizetése volt ennyi évente. Hogyha az udvari színházat nézzük, akkor pedig a vezető színészek és a színház igazgatója évente 3000 forintot kapott. Úgyhogy azért láthatjuk, hogy egy fodrásznő, aki olyan 3, maximum 4 órát talán eltöltött Erzsébet hajával naponta, ilyen sok pénzt keresett. És hát ebben benne van az is, hogy másokat is fésülgethetett, ha kedve volt. Erzsébet haját tojásban és konyakban mosta. 2-3 hetente került sora a fodrászkodásra, a hajmosásra, illetve a hajmosásra, amely egy egész napot foglalt magába, hogyha számításba vesszük, hogy Erzsébetnek milyen szép, hosszú és erős haja volt. Idősebb korában már elérte a sarkát. Fanny kezdte megvetni a lábát Erzsébetnél, és kihasználni a helyzetét, visszaélni vele. Gyakran dublőrként is használta őt a királyné. Olyan eseményeken és olyan helyeken, ahol nem ismerték őt személyesen, vagy pedig messziről látszott. Erzsébethez hasonlóan Fanny is magas volt, karcsú és barna haja volt. Így hát messziről, ahogy affektálta Erzsébetet, nem könnyű volt összetéveszteni őket. Fannyról egy Festetics Máriától olvasnék fel egy napló bejegyzést 1873-ból, a Gödöllői királyi kastély által kiadott naplóból. A Miss Throckmorton is nevű hölgy is szerepelni fog benne, ő Mária Valéria angol nevelőnője volt, egy igen elszemtelenedett személyzeti tag volt ő is, róla majd később lesz szó. Ami ma nagyon meglepett, az a következő. Miss Throckmorton újévi látogatást tett a fodrásznőnél, Madame Fejfaliknál, akit úgy kezelt, mintha egy dáma lett volna, és engem is be akart ebbe vonni. Természetesen nem mentem. Nincsen ennek semmi értelme.
A szolgáló személyzet nincs abban a helyzetben, hogy viszonozhatná az én látogatásomat. Végül is én nem vagyok császárné, aki kitüntetheti őt egy látogatással. Ezt meg is mondtam Throckmortonnak, aki azonban úgy vélte, nem árt jó viszonyban lenni vele. Miért? Én nem tartok igényt Komorna protekcióra. Különös emberek ezek, akiknek, míg szemtelenül magasan hordják az orrukat és mindenkin keresztül néznek, nem derogál így közönséges nézetet vallani. Ez Gödöllön bejegyzett napló részlet 1873. január 1-én. És erről még eszembe jutott az, hogy a Gödöllői királyi kastélyban természetesen ott is volt lakosztálya Fanninak is, ez pedig érdekes módon arra a részre esett, amelyen a egykori barokk színház áll. Most ezt most már visszaállították, úgyhogy az udvari színésznőnek is ott lett lakosztálya, mert hát annak idején ezt a színházat felosztották szintekre, mert nem volt elég a hely a kísérethez. Későbbiekben még jobban elszemtelenedett Fanni, illetve egész hamar megtörtént ez a dolog. Amikor neki valami úgy érezte, hogy megbántotta őt Erzsébet, vagy csak csúnyán nézett rá, vagy valami nem tetszett neki, egyszerűen azt mondta, hogy ő beteg, és nem volt hajlandó megjelenni, hogy Erzsébetet megfésülje. Ez egész napjára kihatott Erzsébetnek, hiszen a szobalányok nem értettek annyira az ő hajához, ahogyan Fanni. És Erzsébet természetesen mindent megtett, hogy kiengesztelje a fodrásznőt, hogy minél előbb munkába álljon. A levél részlet, amelyet kiemelek Festetics Máriától származik, útközben Erzsébet királynéve című könyvből. Könyvben idézik, és Ferenc Idának, Erzsébet felolvasó nőjének barátnéjának szól a levél. Eléggé nyugodt volna az életünk, ha a két dög nem létezne. Komédia elég van a világon, mondhatom, és ha az ember már hiszi, hogy a szemtelenség már elérte a legmagasabb fokot, még mindig találja az ember, hogy nem, van még több. Az asszony gyengélkedik, de az étvágy pompás. Ezen is erre is utal, hogy hát az ételt felvitette magának Fanni, nem is volt hajlandó lefáradni étkezni, de nagyon jó étvágyal evett, annak ellenére, hogy azt mondta, hogy ő beteg. Fanni ekkoriban már házas volt. Mikor egy személyzeti tag megházasodott a királyné közvetlen kíséretéből, kötelező volt elhagyni az udvart. Azonban Erzsébet nem akart megválni természetesen Fanniról, aki ő készítette számára a leggyönyörűbb frizurákat, koronafrizurát készített, amit mindannyian ismerünk. Próbálták utánozni, de nem annyira tudták, nem sikerült. Volt, hogy kérték, hogy Fannit, hogy tanítsa meg a fodrász nőjüket, hogy el tudja készíteni. Hát Fanni, hogyha a kegyeiért elnyerték a kegyeit, meg feltételezem, hogyha jó sokat fizettek érte, akkor azért erre is hajlandó volt időnként. Mégsem nagyon kevés embernek sikerült mégiscsak ez a dolog. Hogy megmaradhasson az udvarnál, Erzsébet azt a tervet eszelte ki, hogy a férjet, a leendő férjet, Fejfalikot kinevezte személyi titkárjának. Később Fejfaliknak is még tovább alakult a dolga, udvari marsall lett, és udvari tanácsos is. Természetesen hatalmas fizetést kapott a szolgálataiért. Ő is igencsak elszemtelenedett, és további levélt részletet is idéznék. Most egy két sorossat, ugyanúgy Festetics Máriától. Mire márból csak egykor mentünk, mert 9-től fél egyik pénzliszte az a fertelmes dög. Nem bírja így az ördög elvinni. Ez a pénzliszte, ez azt jelenti, hogy a hajával foglalkozott, hogy így ecsetelgette a haját, tehát lehet, hogy valami különleges olajat pakolt rá. Alapból úgy történt ez, hogy minden szálat, tincset kellett finoman fésülgetni. De hát, hogyha ezt kiszámoljuk, akkor ez 3,5 órát tartott ez a dolog. Lehetséges, hogy Fanni még inkább rájátszott az alapból is hosszú fésülködési szertartásra, amilyet általában 3 órát vett igénybe. Erzsébet igen mozgékony volt, és hát ezt az időt is kihasználta, ezt használta ki elsősorban nyelvtanulásra. Így eleinte a magyar nyelvet tanulta, később pedig a göröggel foglalkozott. Még egy következő levelet olvasnék végezetül, ez pedig, ez is Máriától származik, és itt még erősebben ír talán Fanniról. Eddig a hajó sárkány tűrhető volt, most karácsony óta belészálltak az ördögök. Mindenkivel kezd, velem is. No, előbb akartam mondani, ő felségével is. Úgy félnek tőle az emberek, hogy kerülik, mint a rossz betegséget. És olyan pretentiós, hogy már nem bír vele senki.
az ember olyan, hogy már nekem is sok. Ez a pretentiós, ez azt jelentett, hogy nagy igényű, az ember, ez pedig az Hugóra utal, Hugóra, hogy a Hugó is elviselhetetlen volt, és rendkívül sok bajt okozott az emberi kapcsolatokban. Ez kiderül levelekből. Erzsébet természetesen rosszul érezte a fodrásznő viselkedése miatt magát, őt is, magát is bántotta ez a dolog, és ő alapból nem szerette, hogyha az emberek így viselkednek, de Fanninak mindent megbocsájtott. Csak azért, hogy a szolgálatában maradjon, és a haját készítgethesse, fésülgesse.